Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdünk a legújabb videómhoz, amiben én még sosem ezt fogunk csinálni. Itt van velem Karola. Hello. Ő lesz most itt a vendégem, ezt így jól mondom. Közben egy oldalról csekkolják, hogy meg fognak verni, hogyha rosszat mondok. Raktunk ki egy közös képet, mondhatni egy vállalható képet az Instagramra. Írtatok kommentben nekünk mondatokat, amikre reagálni fogunk, hogy mi már csináltuk-e, vagy sem. Azt mondja, hogy 18 perc alatt 291 komment jött. Szerintem amúgy nagyon kell szortírozni őket, mert itt lesznek olyanok, hogy... Te már beleolvastál? Beleolvastam egyébként. És milyenek? Vannak jobbak, vannak kevésbé jobbak. Vannak vállalhatatlanok. Azt mondja, hogy jó, itt belegörgetek valamennyire, és akkor kezdem úgy. Én tőled kérdezem, és akkor utána reagálok én is rá, jó? Oké. Okay. Én még sosem szerettem bele a legjobb barátom pasiába, csajába. Én még sosem. Várjál, én kell gondolkozzak. Én gondolkodok. Nem szerettem bele még egy barátom. Barátnőibe sem. Még sosem ittam annyit, hogy kórházba kerültem. Á, én nem. Én megtanultam 20 év alatt mennyit szabad inni, és hogy szabad keverni, de nem. Mi te voltál, úgyhogy... Nem. Légy szíves. Nem jött ki a ment. Ezt most nem mondjuk. Nem jött ki. Tényleg amúgy. De annyit ittam. A szülinapomon, igen, de bort ittam, és hány a bort ezt nem bírom, 23, ez most volt. Ezt nem hiszem. Ez tényleg. Mennyit ittál? Hát nem ittam sokat, csak bort ittam, és nem ettem. Én még sosem loptam a boltból. Nem mondod komolyan, Karola, nem? Ezt nem mondod komolyan. Igen, de ilyen 8 éves lehettem, és csak egy horgászboltban egy kiszakadt kis csalizzacsiból kiloptam egy kukacot. De miért? Ki volt az indítatás erre? Nem tudom. Uramisten, jó van, ezt lehet, hogy én fogom bukni. Én még sosem voltam kórházban, hát ugye nem jött ki a mentő. Én még sosem ájultam el. Én nem. Én nem. Piától? Nem. Ja, nem. Én csak... többször is elájultam, egyszer félelmembe. Félelmedbe ájult el? Igen. Vártam a rendelőbe és elájultam. Ezt nem hiszem. Ja, Istenem. Ezt nem értem. Én még sosem követtem valakit azért, mert nem tudtam, hol vagyok. Ezt is csináltam. Vagyis én csináltam ezt. Én mindent megéltem. Ezt nem hiszem el. Hát itt van egy, hogy én még sosem lájkoltam be a saját posztomat. Én az előbb véletlen belájkoltam, azt kivettem, de igen. Én még sosem nyaltam meg a lábujjam. És így gondolkodik. Ezt én meg nem. Kell gondolnom. Én nem. Na, ezt próbáltam én is. De felrakni? Szerintem nem. Lehet, hogy kicsi koromban, igen, de... Itt olyanok vannak, hogy... Sosem hazudtam anyáiknak a jegyeimről. Én csak a jó jegyeket irattam be. Hát én hazudtam már erről azért. Én még sosem törtem be ablakot. Én már törtem. De, törtem be ablakot focilabdával. Én kővel. Ezt nem. Én még soha nem röhögtem úgy, hogy majdnem bepisíltem. Én már igen. De be is pisíltél? Nem. Csak majdnem. Hát majdnem. Nekem is volt ilyen. Én még sosem mentem haza más ruhájába. Én már mentem. De barinőimnél mindig ez van. Ja, az én barinőimnél is mindig ez van. Van, sosem kémkedtem, kiszemeltem után. Nem. Én igen. De is biztos. Az egy kicsit nem izé. Én. Hát az önletes kémkedés, tudod, hogy így ja, nézed a dolgokat. Ja, számít? Ja, hát akkor igen, akkor napi szinten. Én még sosem aludtam a garázsban. Zártam már be magam garázsban. Én műhelyben. Ez annyira vicces, mert a kutyámmal bementünk a nagyszüleim műhelyébe, ilyen asztalos műhely, kicsi voltam, olyan 9 éves, és lefeküdtem a szivacsokra, és így totál még nem tudták, hogy benn vagyok, bezárták, és elindultak kifele. És mamám az visszafordult, mielőtt kimentek volna a kapun, meg így integettem, hogy belettem zárva, tudod, meg visszaintegetett, és elmentek. És én ott aludtam órákon át, amíg hazajöttek, és megfeleltem. Én még sosem fenyegettem meg messengeren senkit. Hát a messengeren mindenkinek nagy a szája. De ez a legjobb. Én még sohasem ébredtem máshol, mint ahol lefeküdtem. Én már igen. Na. Hát
kicsi voltam még, úgyhogy elaludtam a kocsiba és máshol keltem, semmi részeg sztori, tehát hogy a szüleim átvittek. Ó, ja, nekem is volt. De az a fej, amikor felkelsz és így... Én még sosem jártam egyszerre két lányjal, hát vagy fiúval. Én tényleg nem jártam. Eleve vagy kettővel? Kettővel. Nem jártam. Három, négy még játszik, de a kettővel nem. Nem, ilyen nem volt. Ja, nekem sem. Sosem loptam el más kajáját, hát ugye nálunk ez nagy dilemma, mert hárman lakunk itt a lakásban, én, Szabi, Dominik, és nagyon, nagyon sokszor előfordul, hogy hát azért összeösszetévesztem dolgokat. Én még sosem vettem olyat a boltba, amit nem fizettem ki. Az is játszik, amikor berakok 6 zsemlét a izébe, és 5-öt mondok a néninek a fizetésnél? Jó. Nem, az igaz, hát, igaz, az van. Azt ma is csináltam. 6 zsemle, mondtam, hogy 5 van, és elhitte, úgyhogy... Spóroltál egy zsemlét. Hát igen. Én még sosem vezettem jogsi nélkül. Én vezettem. Én is vezettem jogsi nélkül. Nem közúton, de vezettem. Várj, ezt most csak azért fel kell olvasnom, mert nem értem, hogy én még sosem vicceltem olyan dologgal, amit komolyan vettem. What? Ezt gondolom én is, ide veszkedtem. Kücsök. Még sosem haladtam meg a sebességkorlátot. Részegen. Amúgy részegen. Nem. Nem, részegen nem. Részegen mered. Nem. Sosem buktam le puskázás közben, engem sose kaptak el. Én meg nem merek puskázni, mert annyira izgulok, tudod. Elájulsz. Kiver a víz, meg remegek. Kifordulsz a padból. Én még sosem voltam tinderes randi. Én nem voltam. Én sem voltam még. Tinderem sincs. Mi szóta? Tinderem sincs. Jó, nekem sem. Mi az van? A ti... Á, dehogy! Nem, én ezelőtt egy éve egy ilyen kis interjúban mondtam, hogy nem tudom mi a Tinder, és tényleg nem tudom, és utána kipróbáltam. És ennyi lett az videó, hogyha tetszett nektek, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek második részt akár Karolával, nyomjatok egy lájkot, jelezzetek a komment részlegben, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Last time that we had spoke, he called me from a plane saying you were pretty far from home. Said I should find someone new while I was spending.